Az őstermelők 2019. március 20-áig érvényesíthetik őstermelői igazolványukat annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen, és az őstermelőként végzett értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák. Az ügyintézés során az érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumoknak, valamint az érvényesítendő őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia. Az őstermelőknek a március 20-a egy olyan halaszthatatlan dátum, akik főállásban végzik ezt a tevékenységet, hogy őstermelőként tartsák el a családot, hogyha költsége elszámolást akarnak alkalmazni az adózás szempontjából, akkor a január 1 után keletkező számlákat, lehet ez növényvédőszer, műtrágyák vagy vetőmagok, csak akkor tudják elszámolni visszamenőleg január 1-ig, a március 20-áig megérvényesítik az őstermelőiket. Az ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok elérhetőségei, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az Agrárkamara honlapján. Rácz Imre arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék fel falugazdászukat. Akik ezt nem teszik meg, megérvényesítik majd, amikor szükségük lesz értékesítésre, de attól a dátumtól tudnak elszámolni költségeket, amitől az őstermelői igazolványuk érvényesítve lesz. És még egy másik szempontból is fontos ez a március 20-a, ugyanis aki a TB járulékot is főállásoként, őstermelőként fizeti meg, annak akkor kiesése keletkezik január 1-től, addig, ameddig nem érvényesíti meg az őstermelőjét. Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk mellett még nem rendelkeznek erre az évre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását szintén március 20-ig kérelmezhetik. A betétlap kiállítása továbbra is díjmentes, és az őstermelő bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető. Közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell jelenniük, tette hozzá Rácz Imre.